Szeretettel köszöntöm a Popfilter hallgatóit és a VMN olvasóit. Én Csepei Adrien vagyok, és Pokornilia ül velem szemben a Meghit Stúdió félhomályban. <laughs> szia, jó napot, kívánok. Szia. Pont arról beszélgettünk itt, hogy milyen tök jó hangulatos az új stúdiónk, hát nem akarunk felvágni ezzel, de valóban ilyen, ilyen kis kellemes meghit beszélgetéseket tudunk itt folytatni. És most ez jól is jön az első témánkhoz, ugyanis azért vagy így. Az az első számú, apropó, azon kívül, hogy már régen tervezem, hogy beszélgetek veled, hogy most jelent meg, mire adásban megy a Popfilter, már megjelent a szakácskönyved. Igen. Amivel nagyon sok, te ugyan nagyon elhatárolódsz a bulvártól, és nem szereted a bulvárt, de nagyon sok apróságot elárulsz magadról, magánéletedről, ilyen ízemlékeket idézel fel. Úgyhogy arra gondoltam, hogy kezdjünk egy ilyen játékkal. Jó. Van egy olyan mondat a könyvedben, hogy nagymamádnak a konyháját idézed fel, nagyon szívesen, hatvanban. Igen hogy mi, mi, jut eszedbe, hogyha behunyod a szemed, és erre gondolsz a gyerekkorodra, a nagymama konyhájára? Ú, <hú> az a konyha, atya isten. Mert meg jól is esik visszaemlékezni rá. Tudom azt, hogy olyan járólapok voltak, a konyhában, amiből valamelyik már billeget, tehát erre emlékszem azt, hogy a, ahogy emlékszem, hogy volt egy, egy kék üveg, amire mindig arra gondoltam, hogy Isten ez valami nagyon drága, <laughs> ö, ö, ilyen őrületes kristály, vagy, vagy nem is tudom, amivel kitámasztotta az ajtót, valószínűleg az üveggyárból valami maradék, de nekem az valami nem tudom, milyen gy gyémánt volt, ami kislánykoromban hurcoltam, hogy ezek, ezek valami, nem tudom, törpök ásták elő, valahonnan. Az, hogy a nagymama a konyhaasztalnál mit tudom, ami rétest készít, és, ez és mindig lenyűgözött, hogy hogy lehet olyan hajszálvékonyan húzni a tésztát, hogy lóg le már az asztalról, és még mindig húzza, és jó volt, hogy alá bebújni, és az, hogy, hogy a három fia, mind a három nagyon szerette a húslevest, és mind a háromnak ő készítette ugye a leves tésztát, de mind a három máshogy szerezte az egyikük a csiga tésztát, és akkor a nagymama ilyen csiga csinál készítette. Igen. A másik a cérna metéltet, amit mindig késsel vágott, hát nyilván nem volt gép. A harmadik pedig a kockatésztet szerette, tehát mindegyik fiának más, hogy meg hogy egyáltalán bármit mondtunk, mindig olyan finomságokat, ő azonnal készítette, és elképesztő finom dolgokat, és hogy a kertele van zöldséggel. Igen, a nagymama mindig ilyen nagyon szép konyban a haja, ilyen nagyon ropogós kötényben, meg magas sarkú cipőben. és e, tényleg ilyen polgári családból származ de valahogy hogy ő beleszokott abba, hogy hogyan kell tyúkokat tartani, és akkor olyan nagyon csinosan közlekedni a kertben is, és úgy kapálni is. És hogy nekem ez maradt meg, hogy valahogy hogy ő mindig ünnepet csinált a főzésből még hétköznap is. Tehát a nyarakat mindig nála töltöttük, uh -huh. az öcsémmel, az unoka testvéreimmel, és ez a legjobb dolog volt a földön. Amikor oda lehetett menni, és tudtam, hogy akkor ebéd után lehet kimenni az árokpartra játszani, babázni a, a többiekkel, és a nagymama biztos, hogy vár minket valami nagyon finom süteménnyel, mert előtte szedtük le a nem tudom milyen gyümölcsöt a fáról, uh -huh. és az mindjárt elkészül. Szóval, hogy az a, az a konyha az nekem egy ilyen nagyon fontos helyszíne az életemnek tanított téged a nagymamát főzni? Inkább így kuktáskodtam. Uh -huh. Tehát arra emlékszem, hogy, hogy vertem a tojáshabot, amikor, amikor készítettük a piskóta tésztát, és akkor még nem volt uh, nyilván semmilyen gép, hanem tudom, hogy volt valami kézi haber, amit itt tekerni kellett. Az volt Igen, a olyan nekünk is volt. Tényleg. Igen. igen. Hogy például, de az már nagyon modern volt. Igen. És, és, akkor az, az olyan jó volt nyalakodni, tehát, hogy erre emlékszem, hogy mindig nyakig ott vagyunk a tésztában, meg a habban, meg a kencékben, és úgy tanított főzni, hogy igazából szívtam magamba, amit ő csinál jó gyerek voltál itt a, 60 hatvani nyarak alkalmával, vagy olyankor egy kicsit azért így elkanászottatok? Szerintem én alapvetően jó gyerek voltam. Azt hiszem, hogy amikor azt mondta, hogy otthon kell lenni, akkor otthon voltam, de elég szabadon hagyott bennünket. Aha. Tehát, hogy hagyta, hogy éljük az életünket, vagy, vagy az olyan biztonságos volt ott a Tátos utcában, a hatvanban is. És hogy nem emlékszem rá, hogy, hogy úgy nagyon megmondták volna, hogy mit csinál, vagy megmondta volna, hogy mit csináljunk, mert hogy mindenki ismert mindenkit, az egész utca vigyázott, hogy figyelt a gyerekekre. Tehát egy nagyon nagy biztonság volt az, hogy szívogattuk az akácvirágot, meg, tehát az, hogy sok mindent tanultam a gyerekektől is vidékem. Tehát, ez vidékem, mint hogy én nem vidéken éltem volna a világéletem, vagy csak valahogy más vagy Mi nagyon sokat költöztünk, és, és mindig e, új barátokat kellett megismerni, hová költöztünk. Viszont 60-ban a nagymamánál volt egy állandóság. Minden nyáron ugyanazokkal a gyerekekkel mm. találkoztunk, csak mindenki kicsit nagyobb volt. Azt uh, olvastam a könyvedben, hogy van egy olyan alapelve, amit a nagymamától tanultál szintén, hogy hogy nem dobunk ki ételt, Igen. és hogy erre te nagyon törekszel, ez lett tulajdonképpen a mottoja, az egyik mottoja a könyvednek is. Pontosan így van. Tehát, hogy, de ez nem volt olyan magától értetődő, azért ezt valahogy kiskoromban ezt láttam, aztán valahogy azt éreztük kicsit később, amikor már mindent lehetett kapni a boltban, és az ember azt gondolta, hogy de hát megveszem a zsemlemozsát, miért kéne kiszárítani a kifli csücskét, és lereszel, vagy ha már az akkor felhasználni, hogy az olyan ciki, hogy ugyan már, hát kidobjuk, ami már nem uh -huh. olyan friss, meg megvesszük, ami, amit lehet kapni a boltba, tehát hogy ezzel nem kéne foglalkozni, és jóval később kezdtem el megint értékelni azt, hogy, hogy azért ez nem így van. És különösen, amikor úgy elkezdett engem is egyre jobban érdekelni, így a környezetvédelem, az, hogy, hogy lett egy, 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 fiam, hogy, hogy mennyire oda kéne figyelni arra, hogy megőrizzünk a gyerekeinek valamit ebből a földből, hogy nem végesek az energiák, hanem hogy azokat valahogy be kéne osztani, és, és nem, nem olyan magától értetődő, hogy ez van. És akkor így elkezdtem nagyon odafigyelni arra, hogy úristen, én mit csinálok, vagy, vagy, vagy miért, miért, érzem azt, hogy, hogy ezt nem kéne tisztelni. Hogy valahogy elkezdtem egy picikét át Átformálni magam a konyhában is, vagy, vagy hogy ez, ez nem, hogy nem nem ki erre odafigyelni, hanem hogy ez, ez az alapvetés. És aztán, amire egyáltalán nem gondoltuk, mert ennek a könyvnek az ötlete már egy évvel ezelőtt megfogalmazódott. Uh -huh. De amikor jött a karantén, akkor egyszerűen azt éreztem, hogy hogy köszönöm szépen így a segítséget, mert így gyakorlatilag olyan erősen meg is tapasztalhattuk azt, hogy milyen az, amikor egyszer csak nincs, és nem tudjuk, hogy mikor lesz vagy hogy mi fog történni velünk, vagy lesz-e munka, vagy egyáltalán lesz-e keresetünk, vagy mi lesz a világunkkal, vagy nem tudom. Tehát egy sok minden megfogalmazódott bennem akkor, és hogy, hogy, hogy még értékesebbé vált az, ami, ami megadatik vagy amiért az ember megdolgozhat, meg ha éppen van munkája, hogy egyszer csak akkor meg végképp azt éreztem, hogy öm, könyörgöm, hogy becsüljük már meg azt, ami, ami még itt van körülöttünk, és hogy minden egyes napra és percre annyira kell vigyázni és hálát adni érte. Az már itt a felvétel előtt volt egy rövid beszélgetésünk, és ott te is elárultad, meg én is mondtam, hogy hát maga az otthon maradás volt a legkevésbé <laughs> nehéz, sőt. Igen. De közben meg azért színházi emberként téged nagyon keményen érintett a járvány, tehát a, a hivatásodat, a szakmádat. Tehát ez egy elég ambivalens állapot lehetett az idei év, úgy érzem. Nagyon. Jól érzem? Nagyon. Igen, tulajdonképpen ami, ami megdöbbentett, az, hogy hirtelen ránk szakadt ez a nagy csend, és hogy így ketyeg az óra, és nem nem tudjuk, hogy ez meddig tart, és mi történik, amikor egyszer csak csörögni kezd, nem tudom. Tehát olyan, olyan nagyon fura, ürességérzés, közben pedig ez ez lelkileg nekem fantasztikus volt, hogy úgy hirtelen leállt minden, és akkor döbbentem rá, hogy olyan tempóban működöm, ami irreális, uh -huh. tehát, hogy egyszerűen nem lehet ilyen tempóban létezni. Aztán utána tényleg azon is gondolkodtam, hogy nyilván a félelem az folyamatosan ott volt, vagy nem is fél, egy ilyen szorongás, hogy ez hová vezet, hogy embereknek pénzt kell gyűjteni, miközben nekünk is ki tudja, Meddig tart ki? Igen. Mert mindenki azt gondolja, hogy nyilván a színészek milliómosok, de ez, ez nem így van. Nálunk uh, erre van egy szabály. Igen. Képzeld el ezt nekem, amikor a művész és amikor ő Budapestre került, akkor ő ezt nagyon sokszor mondta, amikor én eljöttem egyetemről, hogy egy dolgot jegyezd meg, aki Pesten él, az gazdag. Tehát, <laughs> hogy ez nálunk szaborszott már Bereg megyében, ezt nagyon sokáig gondolták, hogy aki Pesten él, az gazdag, hiszen hát sok pénze van. És nem lak. Nap esten. A másik pedig, hogy aki a tévében van, az, az gazdag, gazdag, mert az biztos, hogy nagyon Igen. sok pénzt kap azért, hogy a tévében van. Igen. Tehát szerintem az emberek jelentős része gondolja ezt így ma is, hogy aki a tévében van, az biztos, hogy nagyon gazdag. Jó, azért tényleg, tehát nyilván ne hasonlítsam magam tényleg azokhoz a szegény falvakhoz, tehát, hogy ahhoz a képest esze. nyilván az ember sokkal jobban él, és nem panaszkodom, tehát nem erről van szó, csak azért én is végig gondoltam, hogy mi az a pár hónap, amíg mondjuk azt mondom, hogy addig kitart uh -huh. kit, kitart az én pénztárcám is, és ez most nem a panasz része volt, hanem a tények. Nem, ezek szerintem, ezek Igen. egyébként nagyon Erősen előkerültek az idén. Azt tapasztaltam, Igen. hogy itthon ez egy kicsit mindig tabu téma volt talán, hogy anyagiakról beszéljünk, vagy az életmódunkról beszéljünk, és most. Kénytelenek voltunk egy idő után beszélni róla, mert akár a zenészek, akár a háttérmunkások, akár a színészek nem. Tehát, hogy egy idő után nem teheted meg, hogy nem beszélsz már arról, hogy milyen helyzetbe került a szakma, és nyilván a hétköznapi emberek, tehát a civil emberek is beszéltek arról, hogy ők milyen helyzetbe kerültek. Ilyen szempontból ez egyébként lehet, hogy egy picit közelebb is hozott minket egymáshoz ezen a téren. Igen, azt az szerintem nagyon fontos volt, hogy. Hogy egyszer csak mennyire egymás segítségére sietnek az emberek. Tehát, hogy bármilyen területen, hogy egyszer csak fogjunk össze, mert ott baj van, és hmm. akkor ott valahogy segíteni kell. Tehát ez például egy nagyon megnyugtató dolog volt, hogy valahogy úgy, úgy kinyíltak az emberek, és sokkal inkább meghallották azt, hogy, hogy, hogy hogyan, hol kéne és hogyan kéne segíteni. Ez nagyon-nagyon ez jó volt tényleg nagyon érdekes volt az is, amikor egyszer-egyszer, amikor én elmentem így bevásárolni, mert még azt sem nagyon szerettem, de hogy, hogy sokszor jött az a visszajelzés emberektől, hogy közben meg mennyire csodálatos az, hogy most valahogy megálltunk, hogy uh -huh. milyen megnyugtató, hogy van időnk a családunkra, végig gondolni az életünket, hogy egyszer csak az a zakatolás, amiben voltunk, az mennyire jó, a bizonytalanság mellett is mennyire jó, hogy így valahogy egyszer csak olyan, olyan kettős érzés volt bennem, hogy egy áldás egyrészt, ami történik, csak nagyon fontos az, hogy hogy akarunk majd visszatérni. Igen. És, és, és hogy nagyon jó lenne, hogyha nem térnénk vissza ugyanoda hogy leszűrnénk ezekből a hónapokból azokat a fantasztikus tapasztalatokat, hogy mire nem volt eddig időnk, és mivel, mivel nem foglalkoztunk eddig, például saját magunkkal. Igen, akár <laughs> egészségügyileg, egészségügyi, akár igen. mentálisan. Abszolút. Itt azért felszínre kerültek olyan dolgok is, amikben hát kicsit talán menekvés is, nem? Hogyha az ember így nagyon túlpörgeti magát, akkor nem kell azon gondolkodni, hogy amúgy hmm. hogy is vagyok? Ez így van, ez így van, akkor foglalkozhatsz minden mással, és akkor így nem kell számot vetni, hogy hol tartok meg éppen. Éppen val valójában az életem az tényleg ott tart, ahol szerettem volna, uh -huh. hogy én is azon gondolkodtam sokat, hogy 20 évesen elképzeltem, hogy még 49 éves vagyok most, hogy, hogy hol kéne tartanom. És, és azért azon is gondolkodtam, hogy valóban az, amiről néha álmodozunk, az tulajdonképpen mennyire reális, és mennyire ismerjük magunkat ahhoz, hogy egy olyan álmot <coughs> dédelgetünk, aminek van realitása, vagy egyszer csak nem értékeljük azt az életet, amit élünk, mert folyton ábrándozunk valamiről, ami soha nem lesz, és ezért gyakorlatilag az életünk mellett élünk egy ilyen, egy ilyen illúziót, és, és, egyszer csak elszalad mellettünk a, a, valóság, ami, ami azt gondoljuk, hogy nem elég színes, vagy nem elég érdekes közben pedig, dehogy nem. Tehát, hogy, hogy miért gondoljuk, hogy abban mennyivel, mennyivel jobban tudnánk élni. És egyszer csak azt éreztem, hogy Jézus, én nagyon szeretem a hétköznapjaimat, hogy uh -huh. mennyire csodálatos az hogy, az hogy, az, otthonom az, ami, tehát én egy 68 négyzetméteres de lakásban élek, tehát én csak nem is az, hogy egy ilyen kacsalában forgó házban, vagy nem tudom, és hogy arról is ábrándoztam, hogy is majd egyszer lesz egy kishezem, de nincs. Ez az én otthonom, és én imádom az otthonomat, és csomó mindent a saját kezemmel újítok föl, és én imádom, hogy ez nem szabályos, hanem felhasználok régi dolgokat, meg lomi piacról szerzek be dolgokat, amit csiszolok meg, uh -huh. meg a fürdőszobámat újítottam föl a karantén alatt, és építettem falat, meg a szomszédtól kaptam maradék festéket, és mennyivel jobban örülök neki, mintha nem tudom, összegyűjtök mennyit, és felújítja nekem majd egy, nem azt mondom, hogy szakemberekre nincs szükség, mert nyilván nem tudok egy csomó mindent megcsinálni, de, de, amit meg tudok, azt meg hadd csináljak meg, és hogy mennyire fontossá vált, hogy hogy vásárolok, hogy, ha már vásárolok, akkor olyan helyről vásároljak, ami vagy piacról szerezze uh -huh. be az élelmiszert, vagy mondjuk, hogyha már olyan helyről, akkor fenntartható, nem tudom, ilyen helyről, ahol odafigyelnek, hogy papírszatyorba hozzák, és azt vissza lehet adni, vagy meg azt az, hogy be be beosztani azt, hogy csak azt vegyem meg, amit biztos, hogy felhasználok. Hogy ez is olyan fontos volt, hogy mi van a hűtőszekrényben, hogy, hogy régebben előfordult, hogy jó, oké, okay, ez ez most már lejárt, de most nem tudok vele mit csinálni, nem tudok vele mit kezdeni. Most egyszer csak fontos lett hogy kezdjen már vele Igen. valamit, mert ez van a hűtőben, és nem fogok tudni lemenni most, leugrani, hogy akkor vásárolok helyette valami mást. És akár a szakácskönyvöz ez egy nagyon-nagyon fontos inspiráció volt nekem, hogy, hogy a, a, spórolás akár anyagilag, akár, akár bármilyen szempontból, tehát egyszerűen, egyszerűen tisztelni az ételt, hogy az milyen fontos. És egyébként ezzel milyen szépen összecseng a karantén, az, hogy nagyon sokan, akiknek eddig is ott volt a kertjük, de nem művelték meg, most elkezdtek, sőt, akár a balkonon millió egy olyan Facebook csoportot láttam, meg többnek én is tagja vagyok, ahol szobanövények, balkonnövények, paradicsomot az erkélyen, stb. 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 Tehát, hogy újra megtapasztaltuk annak az örömét, hogy megtermeljük, azt, amit egyébként eddig is megtermelhettünk volna valószínűleg, csak valahogy nem ez volt a fókuszban. Hát olyan, meg nem volt időnk hát fizikailag nem volt fizikai nyilván. fizikai sem, abszolút. De ez is olyan jó volt, hogy, amit most mondasz, hogy nincs a, a bérházunk közös kertjében az egyik szomszéd lányjal vettünk palántákat, meg fűszernövényeket, paradicsom, paprikát. tehát ugyanúgy én is Aha. pont erre gondoltam, és kírtam a szomszédoknak, hogy bárki használja, mert hogy ez legyen már közös. És a szomszéd asszonyom utána ő kapálgat, tehát mondjuk beálltak többen, és ezt próbálták. Ez így. szuper. Igen igen, igen. És ez mennyire fontos volt, hogy egyszer csak az az érzés, hogy nem, nem, vagyunk egyedül, támaszkodjunk egymásra, figyeljünk egymásra, amennyire nem, nem, nem szerettünk, vagy, vagy, nem volt időnk úgy egymásra figyelni, hogy nekem ez is fontos volt, hogy itt vagyunk egy közösség. Én annyira hiszek a közösségekben, a kis közösségekben, hogy valahogy, valahogy ne, ne engedjük már el egymást. Például azt is észrevettem, kevesebb dudálás történik az utakon. Igen. Ugye, hogy a karantén Igen. alatt valahogy mindenki úgy, hogy kicsit jobban tolerálta a másik bénázását, meg, meg, meg ügyetlenségét, meg nem tudom, tehát hogy, hogy úgy megszeppentünk, nagyon-nagyon különös élmény volt ez az egész, és, 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 és most már ugyan karantén nincs, de még mindig tart az a, az, az érzés, hogy oké, okay, úgy, úgy tényleg olyan cica talpon próbáljunk közlekedni, meg meg, meg, meg tojásokolják, mert nem, nem tudjuk, hogy. Tudjuk, szóval mi, hogy mi lesz. Igen. Igen, engem az érdekel, hogy milyen volt ezt művészként megélni, mert én azt tapasztaltam, hogy kultúrafogyasztóként nagyon-nagyon sok olyan tartalmat kaptam, ami valószínűleg soha nem született volna meg, hogyha nincs ez a karanténidőszak, nincs az, hogy sajnos a koncertek, előadások és minden egyéb ilyen kulturális esemény törlődött az idei évünkből, hogy láttam, hogy ki hogy olvas fel a konyhájában, hogy olyan-olyan tehát hogy kellett az interakció, ezt mind a két oldal érezte, de hogy nektek most volt arra lehetőségetek, meg igazából késztetésetek is, hogy átgondoljátok, hogy milyen tartalmat is hogyan szeretnétek a saját közönségeteknek. Neked milyen visszajelzéseid jöttek ebből az időszakból, hogy tehát mi, mi, mit szóltak az emberek mondjuk azokhoz a dolgokhoz, amiket megosztottál, a másfajta tartalmaidhoz, mit, mit szóltak? Hú, szerintem ez, ez, ez nagyon fontos volt, így a művészeknek is, meg szerintem a, a követőknek, vagy a nézőknek, akik, akik kicsit az egy, egyrészt nekünk is szükségünk volt arra, hogy valahogy közvetítsünk, mert mert ehhez vagyunk hozzászokva. Val, valamit adni magunkból, megfogalmazni, alkotni, nem tudom, tehát, hogy egyszerűen. Hiába ül az ember a négy fal között, és nagyon jó pihenni, de valahogy az, hogy alkothassak, az akkor is, akkor is benne van a véremben. A másik pedig az, hogy valahogy kicsit olyan, mint a, mint a süllyedő hajon, hogy a zenészek az utolsó pillanat. Ja, szóval hogy, az igen, a... hogy egyszerűen muszáj, muszáj volt föntartani valahogy ennek a felelőssége, hogy nekünk muszáj fenntartani az emberekben a hitet, meg uh -huh. a reményt, hogy igenis mi adjunk valamit, hogy, hogy töltsük az embereket, hogy, hogy ne hagyjuk magukra, hogy ez, ez, egy, ez egy ugyanolyan, és engem ez ugyanúgy töltött, vagy ennek a gondolata ugyanúgy töltött, hogy szükség van ránk, vagy szükség van a szavainkra, vagy szükség van arra, hogy vala, valamilyen módon tölthessük a, a, az embereket. Ez De és bármilyen, most a művészek az oktatásért, hogy éppen a, a gyerek az iskolában, hogy tudunk segíteni, hogy könnyebben befogadhatóak legyenek a tananyagok, hogy ezt úgy mondjuk el, vagy mit tudom én, filmet készíteni, és ahhoz, hogy tudunk hozzászólni. Vagy, tehát, hogy, hogy olyan jó volt, hogy így össze, összekapcsolódtak a művészek, az, hogy hogyan próbáljuk én, aki technika, tehát én a technikához, annyira nem értem tehát, Ha nem élek együtt egy kamasszal, akkor valószínű, hogy egyáltalán nem lettem volna képes megoldani, hogy hogyan tudunk, és hogy technikailag hogy volt meg az, hogy te vett, te ez, de én hogy beszélek rá? Tehát, hogy agyaltunk azon, hogy hogyan lehet megcsinálni ezeket a dolgokat, és ezek napok teltek el ennek a lázában, hogy próbált ki az, de még ez nem megy, de próbált ki az. Tehát, hogy ez mennyire fontosá vált, és közben pontosan tudom, hogy hány kollégám küzdködött az anyagiakkal, hogy Úristen, Igen. tehát, hogy, és közben egyikük sem akarta föladni azt, hogy hogy de, de, nekünk színészeknek, zenészeknek, tehát muszáj szólni az emberekhez, mert nem hagyhatjuk őket magukra. Tehát ez közben meg olyan gyönyörű volt látni. Van egy nagyon izgalmas projekt, aminek te is a, vagy te voltál a hangja. Biztos vagyok benne, hogy a hallgatóink közül is sokan ismerik a Várkonyi Juditnak a nagyon miniken, nagy, nem is egy perces, hanem tíz másodperces kis novelláit, amik közül videósan te voltál, aki hangot adott, meg arcot adott nekik. Milyen érzés ilyen nagyon mini szövegeket? Tehát hogyan állsz egy pármondatos szöveghez hozzá, amikor tudod, hogy valamit ezzel közvetíteni kell? Tehát azért el elég erős, tömör, tömény szövegek. Ó, hát ez nagyon izgalmas, mert ráadásul a Judy tényleg úgy írja meg ezeket a tíz másodperc, mindig most már látod, hogy kimondtad a számokat, gondolkodom, hogy hány másodperc. Hány másodperc, ugye? Hány másodperc, igen. De hogy egyszerűen szerintem pont az a lenyűgöző, hogy a, ebben a pár sorban annyi minden benne van, hogy tényleg én ezeket az, mint egy kis csemege, hogy hogy tudom belecsempészni minden egyes kis gondolatot, minden egyes kis érzést, a finom iróniát, a humort, a, a, a fanyarízeket, a fájdalmat, a szívszakadást, mert mikor olvasom őket, valamelyiknél tényleg elolvastam, és itt szokogni kezdtem utána, mert, uh -huh. mert olyan gyönyörűek, és közben meg olyan viccesek, szóval hát imádom. Meg hát a Juditnak ugye megjelent most az, az új könyved. Igen. De... Igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy uh, ugye ott is együtt dolgoztok, ha jól tudom. Igen. A, a Vénusz vírasztása című könyve jelent meg, és kilenc uh, színésznővel, táncosal operainek uh, nőkkel uh, beszélgetett a szerelmeikről, a szexualitásról, a nőiségről, az anyaságról, tehát nagyon sok mindenről, és elég, elég őszintén beszéltünk neki ezekről a dolgokról, amiket soha nem mondanák el valószínű egy riportban, de Juditnak elmondtuk, és nagyon különös, mert ő kicsipegetett belőle motivumokat. Judit írta meg alapvetően az egészet, meg a uh -huh. saját fantáziája, de ezekből vett vet ki ö, finom, apró kis történéseket, mozzanatokat, érzéseket, vagy konkrétumokat, és pont azt mondtam, hogy mint egy ilyen hajfonat összefonta történeteinket, uh -huh. mint ha egy nő mesélnél az egészet, és ettől izgalmas, hogy amikor olvasom, felfedezem ú, de ez az enyém, közben kiével keveredett, a De következet. nem, vál, nem tudjátok egymásról, hogy melyik részlet? Nem, Ez nem nagyon nem. Így. Fogalmam is, csak annyira érdekes, hogy Jézusom, ez, ez speciál az én történetem, történetemből kiragadott motivum, de valaki egészen máshová kanyarodott el, és így úr is. Ez nagyon izgalmas. Nagyon, nagyon. Nagyon, és hát Szóval az a gyönyörű, hogy ahogy lemeztelenetünk a kálaító fotóin is lemeztelenetünk, de ott sem tudja senki, hogy melyikünkhöz tartozik éppen az a részlet a fotón, ami egy vál, vagy egy csípő vonal, vagy egy szom, vagy nem tudom, csak ott vannak fotók nő, nőkről, akik picit a fél homályba, kicsit elbújva, de mégis a mi testünk van minden egyes fotón, ami a könyvben található, szóval ez is nagyon izgalmas. A milyen a viszonyod? Mert olvastam olyan interjút, amiben mondott, hogy színpadon nehezen szoktál hozzá, amikor teljesen mesztelennek kellett lenned. Én, én nekem az, nagy színpadon nagyon nehéz, mert, mert egyszer csak azt érzem, hogy nagyon kevés dolog marad nekem attól, hogy sok, so, az életemnek sok része a nyilvánosság előtt történik, és ezért vannak dolgok, amiket, amiket szeretek védeni, hogy az maradjon az enyém. Mm. És, és a testemmel is úgy vagyok, hogy nagyon nehéz lemeztelenedni, a másik meg eléggé <laughs> önzőszínész vagyok, tehát szeretnék arra figyel, vagy azt szeretném, hogyha a nézők arra figyelnének, amit közvetítek, amit kommunikálok, és egyszer csak én is voltam már úgy színházban, hogy akármilyen fantasztikus volt a az előadás attól, hogy egy színész ott állt meztelenül. Mégis egyszer csak azzal kezdtem el foglalkozni, hogy szegény hogy érezheti magát meztelenül, és elvesztettem a színdarabot. Nagyon ritka az, amikor egyszerűen úgy tudják megoldani, hogy én nem zökkenek ki attól, hogy ja, ő az XY egyébként, ahelyett, hogy magát a, az előadást tudnám Aha. látni. És ezért azt érzem, hogy ez egy nagyon-nagyon kényes, és nem, nem egyetem vagyok egy prűdember ember, szóval nem, 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 nem is ez az oka, csak nagyon elveszti szerintem a, a néző a színdarabot, akkor, hogyha egy ilyen nem odal való találkozik. És ehhez képest mégis, uh, nem is tudom, megembereled magad, ez nem biztos, hogy jó kifejezés ide, de értsd jól. Igen. És akkor azt mondod, hogy ha a rendező ezt kívánja tőlem, és meg tudja indokolni, akkor, akkor bevállalom? Hát életemben egyszer fordult elő, Debrecenben az Otello, uh -huh. van, amit Gáros Péter rendezett, ő meggyőzött engem. Azt hiszem, talán ott a helyén való is volt, meg nagyon sz sz szépen gondolt el ezt az egészet, vagy értettem, tehát azt olyan elfogadhatónak találtam. Uh -huh. A filmen sokkal inkább el tudom képzelni, mert, mert ott mégsem találkozik az ember ennyire közelről, a tehát ott mégis elbújik az ember valahogy a ka kamera mögé, vagy, vagy, ez valahogy más jelent, de, de színpadon én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon én nagyon indokolt esetben tudnék rábólintani. Azt nagyon sokszor mondtad magadról, hogy végletekig maximalista, és nagyon-nagyon kritikus vagy önmagaddal szemben. Úgy képzelem, de ezt én csak az opera Tapasztalataimból tudom leszűrni, hogy egészen más, amikor színpadon nézek egy operát, tehát egészen más látok, nyilván más távolságból, és másfajta gesztusokra van szükség, mint amikor mondjuk a Metropolitan opera közvetítését nézem, ahol pedig nagyon közelről a lega legapróbb rezdülése is látszik az énekeseknek, és ezt sokan el is mondták, akikkel beszélgettem, hogy másfajta játékot Igen. kíván meg, amikor tudják azt, hogy kamerán, kamerán keresztül fogják euh, néző, nézők milliói nézni őket. Ugye te voltál tévés produkcióban, színpadi tapasztalatod is jócskán van, és jócskán van sorozatbeli tapasztalatod is. Van különbség a, nem tudom, a, a mozdulatai tudatosságában, vagy a jelenlétedben, vagy van-e van, van bármi különbség? Ó, abszolút. Uh. Nem, nem, is, nem is abban van különbség, tehát nyilván én akár vigyátékot játszom, akár drámai szerepet játszom, akár sorozatban játszom, akár én, én mindig a, a hitelességre törekszem, tehát itt nem, tehát nem arról szól, hogy a kis vagy a nagy gesztusok, azok elvennének valamit abból, ami bennem belül történik, vagy, a, vagy, vagy, vagy hogy velem megtörténik-e az a pillanat, csak mégis egy, egy, egy filmen, vagy amikor pár centévre van egy kamera, akkor egyszerűen az, 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 hogy az arcomon történik, vagy egy-egy pici finom gesztussal történik meg ugyanaz, ami mondjuk a nagy színpadon muszáj, hogy sokkal nagyobb gesztusokkal és az utolsó sorig eljusson. De olyan furcsa, mert energiában nem kevesebb. Aha. Tehát amikor, amikor én, én a kamera előtt mondjuk úgy állok, hogy teljesen mozdulatlanul, és nagyon halkan és nagyon finoman beszélek, belül az ugyan akkora energia, csak úgy besűrűsödik egy, egy egy ilyen finom pillanatban. Szerintem, hogyha a pulzusomat mérnéd, vagy, vagy az, hogy, vagy, hogy mennyire ver a szívem, vagy, vagy hány dekát vagy kilót vesztek, vagy nem tudom, az nem lenne kevesebb. Mert szerintem az energiafelhasználás az akkor is ugyanannyi. Az engem nagyon meglepett, hogy azt olvastam egy interjúban, hogy te azt mondtad, hogy szerinted te még mindig nem tudsz improvizálni. <laughs> hát ehhez képest az egyik leg, szerintem tíz emberből mondjuk nyolc az utcán biztos, hogy azt mondja, hogy téged látott ugye az improvizációs műsorban a tévében, és, és ott, ott kedvelt meg akár a szélesebb közönségnek egy jelentős része téged. És még mindig azt mondod, hogy ez nem magától értetődő, hogy te tudsz improvizálni? Nem azt mondom, hogy nem voltak ö, olyan akár a beugróba természetesen, imádok egyébként, hogy nem voltak ö, olyan jelenetek, amire azt mondom, hogy na ez ma jól sikerült, de szerintem ez alatt a pár év alatt talán Nyolc-tíz, amire azt mondom, hogy makulátlan. Komolyan? Igen. Te tényleg nagyon kritikus vagy magattal. <laughs> Igen. Ez, hogy Igen. ezt azért... Hú. Igen, de egyszerűen azért, mert én belül pontosan érzem azt, hogy mikor van az az élményem, hogy nincs blokk, nincs megakadás, hanem egy folyamatos áramlás történt, és nem éreztem azt, hogy ott egyet akadt a dolog, ott nem volt az a, az a pillanat. Én, én, én akkor érzem, hogy valami tökéletes, amikor az elejtől végig jelen vagyok. Uh -huh. És hogy nem, nem, nem akaszt meg semmi, nem érzem azt, hogy a fogaskerekek picit úgy beszorultak, és, és én, én tudom, hogy ez a mondat. Vagy vagy, ez, vagy, vagy, most nem úgy figyeltem, vagy nem úgy reagáltam, ahogy, ahogy a teljes 100%-os szabadsággal lehetne improvizáció közben, akkor én nem érzem azt, hogy tökéletes volt. És mondom, ez körben 8 10 szer fordult elő. És emészted magad, hogyha valami, tehát hogy van ez a hogy a már a lépcsőházban eszedbe jut, hogy ú, ezt így kellett volna megoldani. Abszolút. És kattogsz rajta? Igen, abszolút. én, én, én akkor folyamatosan, akkor megpróbálom, megpróbálom az egészet, várjunk, akkor, akkor mi, mi, mi történt velem, akkor mi billentett ki, és miért billentett ki, és hogy egy ilyen helyzetben mondjuk miért nem tudok, mit tudom én, ott ezekig jelen lenni, mi, mi, mik azok a dolgok, amik éppen elfedik a, a koncentrációmat. Tehát én akkor szépen elkezdem elemezni, akár napokon keresztül. Őrület. Igen. Ezt valahogy ö, nagyon érdekes, mert azt gondolom, vagy gondolja az ember talán, hogy ha valaki elég bátor ahhoz, hogy bevállaljon egy ilyen műsort, mint a Beugró, és ennyire sikeresen ilyen hosszú időn csinálja, akkor valahogy ezeket már le, ledobta magáról. Én, én mindig úgy vagyok vele, hogy azért. Ö, ö, szóval olyan előadás, amiben már nem foglalkozom feltétlenül ezekkel az apró részletekkel. Próbálom magam rákényszeríteni, hogy foglalkozzak, és, és nagyon tudatosan, nagyon kemény harcokkal magammal szemben elérem. De ez azért van, mert engem az az, az előadás már akkor nem érdekel, nem tudok már hozzá hozzátenni, uh -huh. unom saját magam, nem történik már semmi újdonság, nem tudom magam meglepni. Akkor, amikor én ennyit foglalkozom valamivel, és még mindig találok valamit, ami még mindig nem az, az azt jelenti, hogy nagyon fontos. Hogy inspirál, hogy jön az este, és érzem, hogy tele vagyok már az előadás gondolatával, vagy valójában előadás, amivel már egy héttel előtte már tele vagyok az előadás gondolatával. Ö, nyilván az improvizáció nem a kész előadásra vagyok tele, de azzal, hogy úristen jön az este, hogy ma mi lesz, és hogy már érzem, hogy annyira izgatott vagyok, és mindenem zsong, bong, és hú, úgy megyek be a színpadra, hogy tele vagyok tényleg én is kíváncsisággal, és annyira izgulok, hogy szakad a víz a tenyeremből, és, és ver a szívem, és nem tudom, akkor az azt jelenti, hogy az fontos, amikor ez nincs, és akkor szégyellem magam rettentően, mert amikor, amikor nem érkezik meg ez az izgalom, közben a néző bentül a nézőtéren, és a lelkifurdalástól nem látok, hogy miért nem, miért nem tudok olyan inspirált állapotba kerülni, de akkor meg túltekerem magam, direkt uh -huh. azért, mert ő, aki ott ül aznap este, ő nem érezheti meg azt, hogy nekem az nem fontos. Tehát akkor még több energiát pakolok bele, hogy legalább a az, hogy magamra valamiért legyek kíváncsi, vagy... vagy... Szóval, hogy igen, nagyon különös játék ez maga. Te ilyen, az a típusú színész hogy aki bemegy sokkal az előadás előtt, és már ott ráhangolódik, van valami, nem tudom, megszokott menetrend, amivel készíti magát az előadásra, vagy jobb, hogyha nem stresszeled magad benne a színházban, hanem csak akkor mész be, amikor már ott kell lenned. Nem, én, én az utolsó pillanatban beruhanós vagyok. Tényleg? Igen, szörnyű. Ez nyilván mondjuk, amikor, amikor fiatalabb voltam, és még nem volt gyerkőcöm, akkor ilyen nagyon előtte hosszú órákkal már, már bent ültem a színházban. Aztán egyszer csak rájöttem, hogy engem az például rettenetesen pörget vagy felhúz, amikor azt érzem, hogy el fogok késni. Hogy nem érek oda, <laughs> szörnyű, de tényleg. Akkor már olyan ideg állapotban vagyok, és azt érzem, hogy ilyen csúcsra járatom az mert mire beérek a színházba, és azt érzem, hogy már, már megfelelőképpen így... Tehát én, én nem... Én nem, a, Nyugodt akkor leszek, amikor belépek a színpadra. Előtte pedig azt érzem, hogy zsongok, bongok, mindegyik előadásra máshogy kell készülni természetesen. Valamelyik előtt egyfolytában beszélnem kell, mondom a magamért, és dumálok. <laughs> és esem. a kollégák meg kitérnek a hitükből, hogy a Lia már megint itt magyaráz. <laughs> De hát nem mondják, lehet, Igen, <laughs> lehet, hogy gondolják. Bevonulnak az öltözőkbe, nem tudom. Tehát akkor nekem így pör, pörgetem magam, tehát így ventilálok folyamatosan. Valamelyiknél pedig be kell vonulnom az öltözőbe, ki jövök. Az első felvonás alatt csak ilyen bezárom magam, nem nézek senkire. Tényleg, tehát, hogy így megköszöntem, amikor köszedekkor, akkor így egy teljes szemellenzővel ne senki. Úgy megyek be a színpadra. Senkire nem nézek, ha valaki nagyon molesztálni akar, akkor szia szia, köszönök neki egy kézlendítés, és megyek tovább a helyemre, ahol majd be kell lépnem a színpadra, és akkor meg teljesen le kell zárni magam. Tehát mindegyiknél más, más mert más máshogy építkeztem, más, másból építkeztem, valamelyiknél pont az a fontos, hogy a saját magányomat megélhessem. Nagyon-nagyon érdekes, hogy hogy születnek meg ezek a, ezek a nem, nem, a szerepek, mert én születek meg mindegyik előadásban, csak teljesen más, hogy Volt olyan karakter, amit kifejezetten nehéz szülés volt? Úgy máig emlékezetesen nehéz volt, hogy megszülessen benned? Hát még most az, most az elsőt mondom, ami eszembe jut, mert nyilván több is volt, de ezzel az új színházban, amikor a Szonya című darabot játszottuk, ez a Dostoyevsky bűnés és bűnhődéséből egy, egy, átirat volt, az Hársink és a Szabó Merté rendezte, és Hásink Hilda volt a dramatúr, és én voltam a Katyaréna Ivanovna, és, és, az egy pusztító, az egy, az, az egy olyan gyilkos próba folyamat volt, hát imádtam, de az egy, a, tehát ott, 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 amin végig kellett menni, az nekem egy, ez egy szörnyű, nehéz próbaidőszak volt, és gyerekekkel kellett játszanom, akikkel én nagyon keményen kellett, hogy beszéljek. Jó, Kiabálnom, és, és rángatnom őket, és, és én ezt azt éreztem, nem bírom megcsinálni, képtelen vagyok, tehát nem megy. És, és két, tehát a gyerekek voltak azok, akik akik így ö, megnyugtattak, hogy értsen meg, hogy, ö, hogy ők is átéltek dolgokat, két kisgyerek, gyermek otthonból jött ráadásul. Uh és mondták, hogy ők olyanokat tapasztaltak gyerekkorukban, hogy higgyem el, hogy, hogy, nekik ez azért jó, mert ők pontosan tudják, hogy mennyire szeretem őket, meg kint állandóan az ölembe ültek, meg meséltem nekik, meg hogy tudják, hogy én nem vagyok mérges, de attól, hogy ők átélték ezt gyerekkorukban, ők ettől így gyógyulnak, hogy egy olyan ember csinálja azt, aki egyébként szereti őket. És valahogy pont a gyerekek szabadítottak föl, mert egyszer azt éreztem, hogy én ezt nem fogom tudni megcsinálni. Ugyanígy egyébként minden gyerekkel kapcsolatos szerepben így eltartom magam. A Centrális Házban is volt a kutya különös esete az éjszakában, ahol egy autista kisfinak az anyukáját játszottam, és, és azt, hogy én a gyerekemet ott hagyom, és én abba azt hittem, hogy belehalok. És, és nagyon jó, mert így egy idő után a lelkem így megadja magát, és az összes anyai lelki furdalásomról tudok beszélni, de amíg, amíg ez meg nem történik, így tolnám el magamtól Aha. az egészet. Milyen érzés, amikor a, a szeretteid, közeli, közeli barátaid látnak egy ilyen szerepben, mint mondjuk, amikor gyerekeket kell megzállnod, vagy így durván bánnod velük? A barátaimmal nincs. Azt, a, azt nagyon szeretem, mert akkor már, amikor már egy előadás, tehát megvan a premier, és utána már játszani csodálatos, mert akkor gyógyulok. Uh -huh. Tehát az már nekem is egy gyógyulás, és, és nagyon szeretném, hogy <coughs> minél többen lássák, mert ugyanúgy valószínű, hogy ők gyógyulnak velem együtt. A, a, a legnehezebb az inkább az volt, amikor a fiam jött el megnézni a, a kutya különös esetet. előadás És egy hosszú monológot mondtam arról, hogy, hogy én miért nem nem tudtam a gyerekemmel úgy bánni, és hogy miért volt nagyon nehéz, és hogy miért hagytam el, és hogy miért nem tudtam én olyan lenni, mint a te apukád, és, és az olyan volt, hogy a fiam eljött, fú, az az, az tényleg olyan volt, hogy úristen, most is beszélünk, ha most sírnom kell, tehát az, 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 a, a, ott szétszakadt a szívem, és érdekes, hogy Misi tényleg utána így mondta, hogy annyira éreztem, hogy hogy ezt nekem mondod, hogy rólam beszélsz. És, és jól hogy jól van, de hát te érte nem vagy ilyen meg. De, nem vagy, de nekem bőven Édes. elég volt minden áldott este ott hagyni őt, amikor be kellett mennem játszani a színházba, is és, és az, hogy sír a gyerekem, hogy anya nem ne menj el, és nekem el kell indulnom, hogy, hogy, ezeket úgy nyilván pontosan tudom, hogy mennyi más területen, meg mennyi minden, állandóan ott vagyok, meg ott voltam, meg, de hogy, hogy ezeket nem tudom, tehát minden egyes könyv, amit miattam Ejtett, azt így nem tudom. Nagyon nehéz jó, most már kamasz, most már sokkal könnyebb, de évekig azért ez nagyon nehéz volt ezzel elszámolni, vagy amikor fáradt vagyok, vagy, vagy megint menni kell, vagy... Hát, hát igen. Szóval ezért nagyon jók ezek a darabok, mert, mert, amikor így végre megadja a lelkem, akkor utána meg nagyon jó róla beszélni előadásokon. Fiad, és gondolom, hogy ismered a baráti körét, vagy esetleg járnak is hozzátok. Persze. Ők hogyan élték meg hozzád képest az elmúlt évet? Tehát nekik is egy csomó új helyzetet hozott a, a koronavírus, de látta -e, e különbséget abban, ahogy ők viszonyulnak ehhez a helyzethez? Hát nyilván nekik, én, én, én szerintem ezt a korosztályt sajnáltam a leges leginkább, meg a kisgyerekes anyukákat, uh -huh. akik nyilván otthon maradtak a gyerekekkel, és egyedül kellett helytállni, meg még akinek még több gyerköccel is, és ez felfoghatatlan. Tehát nekem nagyon könnyű volt, mert halálboldog voltam, hogy itthon vagyok hónapokig a fiammal, akivel ugyan a szobájába, de tudom, hogy itt vagyok mellette, uh -huh. de nekik, nekik azt hiszem rettenetes volt. Tehát, hogy pont amikor le kéne válni a szülőkről, és végre, végre a saját kis életükkel próbálkozni, és és, és nem, nem a szüleikkel lenni, visszazárják őket a szülőkhöz, és ezt hogyan lehet a szülőknek így okosan megoldani, hagyni őket, és fú, ez nagyon kemény volt, és közben azt érzem, hogy, hogy amikor újra együtt lehetett lenni, legalábbis én a fiam és a barátaikat né néztem, vagy a barátait néztem, hogy mennyire mennyire fontos és hasznos dolgokat kezdtek el csinálni, tehát mondjuk a fiam zenél, és, és, a barátai is zenészek, uh -huh. tehát hogy mindegyikük, tehát több zenekar, és, és, és akkor állandóan mentek próbálni, és, és nagyon szerettek lejárni a Dunapartra találkozni, hogy ne, ne, ilyen zsúfolt zárt terekbe legyenek, és, és, és akkor ott muzsikálni együtt, és kibeszélni magukból a, az élményeiket, vagy, vagy hogy hogyan is kéne. Tehát ők is olyan óvatosan kezdtek el kapcsolódni, és olyan bölcsen és szépen. De ami, ami egészen meglep, hogy mennyire érzékenyé tette őket, pont a fiamnak egy nagyon jó barátja, egy lány, húsz éves, és, és az Agata, aki, aki énekesni, és egy zenekarban, vagy az Agata zenekarában, és Zenél Misi, pont fölhívott például tegnap, hogy ő nagyon sokat gondolkodott, hogy a fiatalokrán mennyire előfordul a pánikbetegség, meg a depresszió, uh -huh. és hogy a Misivel is üljenek össze, és kezdjenek el olyan projekten gondolkodni, hogy hogy lehetne koncertet, kiállítás, szakembereket bevonni. Az én segítségemet is kérte, hogy egy ilyen egy ilyen összművészeti dolgot, amiben, amiben sok fiatalt oda csábítani, hogy gyógyuljon, hogy kitalálni valami jó kis projektet, és ezen kezdenek el agyalni a 17-20 éves fiatalok, hogy hogyan segítsenek egymásnak, és én ettől teljesen oda vagyok nagyon hajlamosak mindig így a szülők, a gyerekük generációra, a fiatalokra a Igen, a mi időnkben. Közben én nem azt látom, hogy ez egy, ez egy elveszett generáció, csak egyszerűen meg kéne találni hozzájuk az utat, mert elképesztő lelkük van, közben nagyon elveszettek tudnak lenni, hogyha nem találnak utat, de, de nagyon érdemes nekik segíteni, mert végtelő okosak, hihetetlenül ö, tájékozottak, tehát, hogy döbbenet, hogy miket tudnak. És szerintem minél inkább, ö, tehát, hogy tényleg ami, a legtöbb, amit adhatunk nekik, a leges legtöbb az a bizalom. És úgy bizalom, hogy, hogy engedjük meg nekik, hogy tévedjenek. Mert, mert nem úgy kell bízni bennük, hogy, hogy feltételezem azt, hogy mindent jól csinálnak, és utána megbüntetni, ha nem. Mert, mert föl tudnám sorolni akár az elmúlt egy hétben, hogy hány olyan dolgot csináltam, ami amiben tévedtem, és, 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 nem feltétlenül úgy alakult, ahogy a legjobb tudásom szerint szerettem volna, tehát ők is fognak tévedni, mert most ki kell, hogy próbálják, hogy ők elterveznek valamit, és az nem feltétlenül úgy sikerül. Tehát, hogy majd szépen fenékre esnek, mint, mint kisgyerekkorúban, de ezt meg kell tapasztalniuk. És akkor utána Max beszélgetni velük arról, hogy hogy mit éltek meg, vagy most hogy érzik magukat, ha egyetem van kedvük, de, de hogyha az ember elég türelmes, ahhoz is van kedvük. Tehát én nem gondolom, hogy ők, ők valamit nagyon rosszul csinálnának, hanem én azt gondolom, hogy szép mintát kell nekik mutatni, és nem, nem feltétlenül erőből ö, megtanítani őket, hogy hogyan is kell jól csinálni, mert szerintem mi sem feltétlenül tudjuk ezt mindig jól. Meg, meg nagyon sokszor azt gondolom, hogy olyan elképesztő, bölcs dolgokat tudnak mondani, hogy én tanulok tőlük. Hát szeretni meg bízni bennük, meg, meg hagyni, hogy alkossanak, szerintem ez nagyon fontos. Például azt rendszeresen tapasztalom, hogy az, az a generáció valójában sokkal tudatosabb a környezetvédelmet, Bizony. klímát, illetően. Ezek neked is fontos témák, viszont nem véletlenül kerül szóba. Úgy értem, hogy hogy nem magától értetődő szerintem, hogy akár a mi generációnk, akár a, a az idősebb generáció körében mindenki számára ez evidencia, hogy foglalkoznunk kell környezetvédelemmel. Egy pár nappal ezelőtt olvastam azt, hogy mentél tüntetni a, a, a Greenpeace Igen. kötelékében, ugye a Karmelita udvarban, a miniszterelnöki iroda alá, ráadásul iszonyatosan rossz időben, <gül> tehát <gül> ilyen szinte ilyen november végét télies időben, Igen. esőben, szélben tüntettél. Mi visz oda el téged, hogy, hogy tényleg tetlegességig <laughs> folyuljon a klímavédelmet, hogy így kifacsarjam, de hogy tényleg, tehát hogy sokuk számára evidencia már, hogy kell foglalkozni, de kevesen vannak, akik valóban tesznek is, vagy legalább demonstrálnak. Én egyszer csak a az azt éreztem, hogy nagyon-nagyon hogy fontos az, hogy olyan emberek vállalják arccal a véleményüket, akik, akik, akiket mégis nagyon, mondjuk kedvel a közönség, vagy nem tudom, Tehát, hogy, hogy, hogy sokkal könnyebb, ez is milyen érdekes. Volt egy, nagyon ritkán szoktam szóváltásba keveredni a Facebookon, csak bizonyos ügyek mellett Aha. is. Pont így a klímavédelemmel kapcsolatban egyszer megosztottam valamit, és elindult egy-egy vita. Én mindig megpróbálok úgy vitázni a Facebookon, hogy ne személyeskedjünk, hanem valóban megpróbálok, még akkor is a kérdés cinikusan indul, de én megpróbálom megérteni, hogy mi lehet mögött egy félelem, kétség, nem tudom, és én mindig megpróbálok arra válaszolni. És az egyik hozzászólónak pont az volt a kifogása, hogy ő nem érti, hogy miért, miért kellene színészektől hallgatnia, meg kislánytól, hogy miért, miért, egy kicsi lány, meg a színészek fogják neki megmondani, hogy mi a klímavédelem, és mondtam, hogy, hogy miért nem szakemberek, és mondtam, hogy én teljesen értem, nyilván sokkal hitelesebb, amikor egy szakember beszél róla, csak egyszerűen már nagyon sok éve mondják a klímakutatók, ökológusok, biológusok, szakemberek azt, hogy baj van. Valahogy mégsem figyel oda senki. Amióta meg <laughs> Greta Thunberg, vagy Thunberg, én tudom, hogy, hogy, hogy olyan potos nevét kiejteni, vagy, 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 színészek kiállnak az ügy mellett, valahogy érdekes, mindenki sokkal inkább hall róla, is foglalkozik vele. Tehát, hogy én egyszerűen azt gondolom, hogy az sem Hogyha valaki nekem támad, mert az azt jelenti, hogy hallott róla, és óhatatlanul elkezd vele foglalkozni. És minél többen mondja az ember, hogy figyeljetek, itt most ez történt, ott most az történt, ha nem csinálunk semmit, vagy ha teszünk valamit, mit tudsz tenni, mi az, ami jó út, mi az, ami kevésbé út. Tehát egyszerűen muszáj felhívni erre a figyelmet, mert ez egy olyan probléma, ami nem kedv, nem kedv ízlés. Az én, én így gondolom, az én habitusom olyan, az én pártállásom ilyen, a nem tudom, hanem hogy egyszerűen ezek tények. Tehát, hogy mindig azt szoktam felzni példának, hogy a, mit tudom, az embernek elromlik a hűtőszekrénye, és kihív egy, egy szakembert, hogy megszerelje, és azt mondja, hogy ezt és ezt kell kicserélni, nem kezdek el vele vitatkozni, ne haragudjon, de ez, ez egy sült ostobaság, és a sütőbe fogom betenni, mert de nem kezdjünk el vele vitatkozni, mert elhisszük, különösen, hogyha 5-10-100 ezer, nem tudom hány szakember ugyanazt mondja, akkor nem kezdjük el hisztinek titulálni, hiszen én nem foglalkoztam klímakutatásra, és valószínűleg az az ember, aki odaírja, hogy micsoda hülyeség, ez ő sem. Ellenben ott vannak tények, adatok, számok, kutatások, amikkel már évek, évtizedek óta foglalkoznak a hozzáértőek, akik azt mondják, hogy egyöntetően, hogy figyeljetek, ezek a tények ezek a számok, ezek az a napok, hónapok és évek, és ezt és ezt kellene tenni, ennyivel és ennyivel csökkenteni az üvegházhatású gázkibocsájtást. Tehát, ha, ezt nem hagyjuk abba, akkor ez lesz a következménye. Majd emberek még mindig azt mondják, hogy hiszti. Én meg azt tudom erre csinálni, hogy odállok ilyen ügyek mellé, és megállás nélkül teszem, mondom, teszem, mondom. És mindig találok újabb és újabb területeket, amikor, tehát mondjuk nem hogy a 10 millió fák már több mint egy év, amikor Bojár Iván András elindította, hogy ültessünk fákat, és így az én klímaszorongásomat azt éreztem, hogy ez a nagyszabású dolog, dolog egyszer csak. Tehát, hogy a, a szorongást felváltja a, a tett, és azt gondolom, hogy, hmm. hogy ezzel ezzel már már rögtön azt éreztem, hogy valami végre megmozdult, és valami, val, valamit tényleg tenni tudok most, azon kívül, hogy otthon megpróbálom nyilván megteremteni a fen, feltételeit, de hogy, hogy én ebben látom valahogy az én szerepemet, vagy azoknak a szerepét, akik így a nyilvánosság előtt föltűnnek, hogy rendületlenül kiállunk, és, és csináljuk, és mondjuk, és, és, minél több ember, aki egyszer csak megunja már azt, hogy legyint, és esetleg odaállunk szakemberek mellé, akkor meghallgatja, vagy elolvassa azt a cikket, vagy egyszer csak azt mondja, hogy ja, ültetni, ja, mondjuk az tényleg az nem butaság. Hát, mondjuk ez mindenkinek jó, hogy akkor miért meg csináljam? Tehát, hogy, hogy hát egyel több ember azt fogja mondani, hogy ja, ja, most már úgy kezdem érteni, és minél több ember odaáll és elkezdi érteni, és minél többen mondjuk azt a világ vezetőinek, hogy tehát most már nektek nagyban is kellene most már valamit csinálni. Igen, mert, hello, jó reggel, És ez minél többen mondjuk, akkor hát egyszer csak az van, hogy olyan nagy a nyomás, hogy kénytelenek lesznek tényleg ezt, ezt így komolyan benni és valami kézzel fogható változást is elindítani. Van egy nagyon különös kérdésem, vagy kérdésem a, az utolsó Igen. szójogán, hogy szóba került a most itt a beszélgetésünkben is, hogy van egy bizonyos helyzet gyakorlat, amit színészek gyakran szoktak csinálni, sőt, akár felvételi feladatként is. Helyzet gyakorlat, hogy bele kell képzelned magad egy állat, vagy egy növény helyébe. Aha. És arra gondoltam, amikor jöttem ide ma be beszélgetni veled, hogy te milyen növény lennél legszívesebben, és miért? Ezt, ezt most így játsszuk el egy picit gondolatban. milyen növény lennék? Olyan furcsa, mert ahogy ezt megkérdezted, most az elsőt mondom, mert két faj jutott az eszembe. Tehát két fa Két fa játszanál magaddal. <sorvá> Igen, de olyan különös, mert egyszer csak egy tölgy jelent meg, és egy lucfegyő jelent meg előttem, de hogy most írtelen, nem tudnék választani. Jó, lehet kettő, ennyi, ennyi könnyebbség megadatik. Köszönöm, köszönöm szépen. Mert most így nem tudnám azt mondani, hogy, hogy. De talán olyan érdekes, hogy a, a 10 millió fa első ilyen országos találkozóján én csináltam egy meditációt. Oh. És az egy nagyon gyönyörű nap volt, vagy ennek a vége, mert nagyon sokan sírtunk a végén, mert egy olyan meditáció volt, amiben kértem mindenkit, hogy nyilván most nem fogom hozzá, de egy kicsi magot visz magával, és hogy ereszkedik le így a világűrből a földre, és az hogy ülteti el, és amikor elültette, hogy locsolja meg, és amikor föláll, és körülnéz, látja, hogy emberek állnak nagyon-nagyon sokan különböző távolságban, és mindenki elültette ezt a kis magocskát, és olyan, mintha felgyorsulni az idő elképesztő tempóban, de ők ők állnak bennük, megállt az idő, és csak azt látják, hogy elkezd növekenni ez a kis növény egyre magasabb, egyre már elhagyja őket, vállukat, a fejük búbját, és elindul, és egyre nagyobb, és kiterebélyesedik, és egyszer csak ott áll előttük egy gyönyörűséges nagy fa, és egy körülnéznek, mindenkinek a fájai megnőtt, és ott áll egy gyönyörű erdő, ami végtelen erővel bír, és és csak hallani, a, hogy a szélben a levelek mozognak, a, a madarakat, az állatok neszét, és csak így állunk, és és belül megvér egy végtelen csend. És amire mindenki kinyitotta a szemét, mindenki ele, előtt ott volt egy, a kollégák, a fások leraktak eléjük egy kis fa csemetét, uh -huh. és ott, ott volt ez a fa, és valahogy egyszer csak most megláttam ezt az én fámat, amikor kérdezted, hogy mi lennék, és valószínű, hogy, hogy ez a fa. De a fenyő meg valószínű azért, mert a fenyőt is végtelenül szeretem, és az illatát, és valahogy nekem a fenyő mindig egy nagyon szomorú fa. De miért? Mert valószínűleg karácsonykor kivágják őket, és nekem ez, ez marad Aha. meg, és az Andersen mese is valahogy nekem mindig olyan, és ezért nagyon szeretnék vigyázni rá, vagy hogy úgy a tölgy, meg a bölcsesség, és mindig a papjános kollégám jut az eszembe, akit én mindig pótapámnak hívok, apukám engedélyével, és az ő lányának az engedélyével, mert hogy a, a, a Janóval szerettem meg igazán a túrázást, és én őt hívom mindig nagy, nagy öreg tölgynek. Hmm. Ez nagyon szép. <laughs> nagyon szépen köszönöm Pokorni Liának, hogy itt volt velem. Velünk. Lesz. Most azt mondtam, hogy velünk, de igen, mire műsorba kerülünk, vagy adásba, addigra már sokan leszünk itt. És hát azt kívánom, hogy akkor ültessünk sok fát, Vigyázzunk az ételre, becsüljük meg az ételt, és ki fogom próbálni a hamis húslevest. Jaj, Mert azóta, mióta láttam a receptet, azon kattogok, hogy vajon tényleg olyan íze van-e, mint a húslevesnek, és közben nincs benne hús. Úgyhogy majd beszámolok a tapasztalataimról. Köszönöm, Köszönöm szépen. szépen.